Jövőkép 10 milliárd forintos keretet biztosít a kormány a fiatalok itthontartására, közölte az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár Kisvárdán. Végtisztesség a mártírnak, újra temették az 1948-as év legnagyobb politikai perében, az úgynevezett Pócs Petri ügyben halálra ítélt és kivégzett Királyfalvi Miklóst. Fél évezred, a reformáció 500. évfordulójára és a tiszántúli református egyházkerület megalapításának 450. évfordulójára emlékeztek kiállítással és ünnepi istentisztelettel Milotán. Tízmilliárd forintos keretet biztosít a kormány a fiatalok itthontartására, közölte az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár Kisvárdán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Illés Boglárka az Itthon Fiatalon Szülőföldön akadémián kiemelte, akár ingyen lakhatást is biztosítanak a fiataloknak, de az elhelyezkedést is támogatják. A többnapos rendezvényen a határon túli kapcsolatokat is erősítették a fiatalok. Magyarországi, erdélyi, kárpátaljai és felvidéki fiataloknak szervezett többnapos találkozót az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Kisvárdán. A Szabolcs megyei X idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, illetve a település három határmenti elhelyezkedése miatt is választották helyszínül. Idén a korábban megszokott nyári tábor helyett egy úgynevezett Itthon Fiatalon Szülőföldön Akadémiát szerveztek. Egyrészt az X egy régi erőssége az, hogy a határon túli partnerszervezetekkel nagyon jobban van, korábban kötöttünk stratégiai megállapodás is velük, rengeteg közös rendezvény, fórum, vállalkozói találkozó áll a hátunk mögött. Ugyanakkor azt gondoltuk, hogy egy kicsit kötetlenebb formában, egy ilyen bulis nyári táborban egy kicsit lazább kötelékekben is lehessünk együtt, ismerhessék meg az X-tagok azokat a határon túli fiatalokat is, akikkel egyébként vezetői szinten, heti szinten együttműködünk az év során is. A többnapos rendezvény célja, hogy a résztvevő fiatalok tapasztalatot cseréljenek, és tanuljanak a határon túli partnerszervezetek pozitív példáiból. A délelőtti kerekasztal beszélgetés egyik vendége az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár volt, aki kiemelte, a kormány több kezdeményezésével is támogatja a fiatalok itthontartását, amelynek egyik jelentős része az Esély Otthon című lehetőség, amelyre már több mint 100 önkormányzat pályázott. Az Esély Otthon című felhívásunkkal egy ilyen 10 milliárdos keretet tudunk arra biztosítani a 3000 és 20000 fő közötti önkormányzatok számára, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítsanak az adott településen, a saját településükön. Ez a lehetőség, ez lehet egy önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújításával, majd azt az ingatlant a fiataloknak kell ingyen bérbe adniuk, vagy bármilyen programmal, pályázati lehetőségnek a fiatalok számára történő ismertetésével, vagy a hiány szakmákban történő elhelyezkedést is tudják ezen keresztül valamilyen formában biztosítani, ösztöndíjakat is tudnak a fiatalok számára ebből kifizetni. Délután nemzetpolitikai kerekasztalon vettek részt a fiatalok, amelyen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, a Magyar Közösség pártjának elnöke, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is felszólalt. A kerekasztalon elhangzott, egy olyan szemléletváltás történt az anyaországi támogatásokban, amely nagyban segíti a gazdasági fejlesztéseket a határon túli magyarok lakta területeken. A gazdaságfejlesztési programoknak az elindítása ezt egészen pontosan jelzi. Két évvel ezelőtt Vajdaságban indított el a magyar kormány, aztán Kárpátalján, most előkészületei már megtörténtek az új programnak Erdélyben és Szlovákiában, felvidéken rövidesen indul, és én ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert a felnövekvő nemzedékeknek nem elég annyit mondani, hogy legyél magyar és maradj otthon a szülőföldeden, mert olyan erős kihívások érik, olyan fontos célokat fogalmaznak meg a mai fiatalok, amelyek az identitás megőrzése mellett a megfelelő életkörülményeket, karrier lehetőséget, a jóléti társadalomnak az adottságait is feltételezik. Ilyen magyar kormányzati gazdaságfejlesztési program például a felvidéki Baross Gábor terv, vagy a kárpátaljai EGAN EDE pályázatai. Újra temették az 1948-as év legnagyobb politikai perében az úgynevezett Pócs Petri ügyben halálra ítélt és kivégzett Királyfalvi Miklóst szombaton Pócs Petriben. Az istentisztelettel egybekötött ünnepségen az önkormányzat bejelentette, történelmi emlékhelyet hoznak létre a 69 évvel ezelőtti események helyszínén.
Petri közszínháza előtt a fekete reakció útjára meggyilkolták Takács Gábor rendőr alkotmányot. Az útisztókat, aki a vérekre szemét előkészítette, megszökött. Talmakatalban találtak rá. A gyilkos bűntársai még a távbeszélő drótot is elvágták. Korabeli filmhíradó tudósítása az 1948. június 3-ai eseményekről. A község lakossága a helyi egyházi iskola államosítása ellen tiltakozott a községháza előtt, a dulakodás közben véletlenül elsült az egyik rendőr fegyvere, és halálra sebesítette az egyenruhást. A koncepciós perben Királyfalvi Miklós segédjegyzőt június 11-én kivégezték, Asztalos János plébánost életfogytiglani börtönre ítélték. Több helyi lakost bántalmazással kényszerítettek vallomástételre, sokan közülük súlyos büntetést kaptak. A 69 évvel ezelőtt történtekre ünnepi műsorral emlékezett szombaton a község, amely a rendszerváltásig a rendőrgyilkos bélyeget hordozta magán. Elkezdődött egy folyamat már a 80-as években Ember Judit Pós Peti című filmével, ami feldolgozta a 48-as eseményeket, és még az akkor élő szemtanúkat, résztvevőket, elítélteket meg tudta szólaltatni. Nagy nehezen, illetve a Helmeci László által képviselt per újrafelvételben, ahol kimondták, hogy Pós Peti nép nem bűnös, nem rendőrgyilkos település, tehát ezeket a bűnöket nem követték el. Az ünnepi istentiszteletet követően Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes köszöntését tolmácsolva Csallókozi Zoltán kabinetfőnök azt mondta, 1989 után az értékek a helyükre kerültek, a rendszer áldozatait már igazi példaképként lehet tisztelni. A megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, Pócs Petri történetét és tanulságait mindenkinek meg kell ismernie. A továbbadás, az emlékezés az minden nemzedéknek kötelessége, illetve hát arra is emlékeztetett bennünket, hogy vannak a világnak olyan részei, ahol most is van keresztény üldözés, nem is olyan messze tőlünk, és ne adja Isten, hogy így legyen, de ez előfordulhat akár a következő évszázadokban itt Magyarországon is. A helyi temetőben több százan adták meg a végtisztességet Királyfalvi Miklós jegyzőnek. A segédjegyzőt kivégzése után jeltelen sírba földelték el a Rákoskeresztúri temetőben, hamvait kihantolták és örök nyugalomra helyezték Pócs Petriben. A Pócs Petriekre mindig felnéztem, és büszke voltam arra, hogy itt nem messze hozzánk olyan emberek kimondták az igazságot a szocializmus idején is, akiket utána meghurcoltak, de végre ugye 89-ben elkövetkezett az az időszak, amikor a tisztességet megadhatjuk nekik. A rehabilitációs eljárás folytatásaként a tragikus események helyszínét, a korabeli Irinyi kúriát, azaz a polgármesteri hivatal épületét történelmi emlékhelyé szeretnék nyilvánítani, valamint elkezdik a fejlesztését is. A reformáció 500. évfordulójára és a tiszántúli református egyházkerület megalapításának 450. évfordulójára emlékeztek kiállítással és ünnepi istentisztelettel Milotán. Az esemény díszvendége Tőkés László református püspök, európai parlamenti képviselő arról beszélt, a magyaroknak meg kell őrizniük kereszténységüket, ha jövőt remélnek. Az Amicis részfúvós együttes térzenéje nyitotta meg a vasárnap délelőtti ünnepséget a szatmári községben. A mintegy 900 lelkes a magyar-ukrán határ mellett fekvő község lakosai szerint fontosak az ilyen rendezvények, hiszen ezek az összetartozás érzését tudatosítják az itt élőkben. Sajnos Szatmárt nagyon sok sorscsapás érte, és valahogy próbálunk összetartani reformátusoknak, magyarok. Nekem ez a célom, és az életcélom tényleg az, hogy magyarok, tartsunk össze. Ezért vagyok itt. Nem a kép tárgya a fontos, hanem a szellemi valóság, amely által a testet öltött. A rendezvény keretében megnyílt Fülöp Sándor festőművész emlékkiállítása is. Az 1964-től a nyugdíjba vonulásig a Mátészalkai gimnáziumban matematikát, rajzot és művészettörténetet oktató, tanárvégzettségű művész életét a rajzolás és a festészet határozta meg. Alkotásaiból most 12 képet mutattak be a nagy közönségnek. Fülöp Sándor emlékkiállítása nyílott, aki református Hajdúból református szatmári lett.
és tükrözi az ő életműve, a művészete is ezt az itteni szatmári mentalitást, a kitartást, az ősreformátusságot is. Az ünnepségen a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a tiszaháti térség igazi kuruc és református vidék, amely egy püspököt is adott az egyháznak, Milotai Nyilas István személyében. Mint a reformáció annak idején a megújulás, megújítás képességét jelentette, erre a 21. századi falusi emberének is szüksége van, kitartani hite mellett, de ugyanakkor a bizonyos változásokkal együtt élni és együtt létezni. Vegyük át és folytassuk, éltessük, atyáink, az előttünk járók megszentelt örökségét. Az ünnepség a helyi református templomban folytatódott, ahol Tőkés László püspök, európai parlamenti képviselő mondott szent beszédet. Igehirdetésében a püspök arra hívta fel hívei figyelmét, hogy meg kell őrizni az Istenbe vetett eredeti hitet. Hozzátette, a reformáció az ige, azaz a Szentírás forradalmának is tekinthető, ebből hitet merítve lehet megújulni a mai kor emberének is. Meg kell őriznünk hitünket, kereszténységünket, kereszténységünket, hogyha jövőt remélünk. A reformáció ünnepén ezt református olvasatban mondjuk, vissza kell térnünk a gyökerekhez, Istennek igéjéhez, vissza kell térnünk Krisztusunkhoz, mert látjuk, hogy a veszedelmek áradata övezi a mai Európát. Az ünnepségen a tiszántúli református egyházkerület megalapításának 450. évfordulójáról is megemlékeztek. Újabb fogyasztóvédelmi füzeteket mutatott be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A fogyasztói tudatosságot növelő sorozatban a fizetési nehézségek esetére, illetve a védendő fogyasztók számára nyújtanak tájékoztatást, valamint a felhasználó váltás bejelentésének szabályos és hivatalos menetét írják le a kiadványokban. Ilyen egy előre fizetős gázóra, ennél a típusnál ezen a kártyánban az az összeg, aminek megfelelő mennyiségű gázt használhat fel a fogyasztó. A szolgáltatók ezzel a rendszerrel segítik azokat a fogyasztókat, akik követni szeretnék energiafelhasználásukat és nem szeretnének adósságot felhalmozni, hangzott el ma Nyíregyházán a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal sajtótájékoztatóján, ahol a legújabb kiadványaikat mutatta be a szervezet. Ezek közül az egyik a különleges bánásmódban részesülő fogyasztók részére összeállított tájékoztató füzet. Sokan kerülnek anyagi nehézségbe, fizetési nehézségbe, javasoljuk, minél előbb forduljanak a szolgáltatójukhoz, amelyek, hogyha bizonyítjuk, hogy valóban szociálisan rászorultak vagyunk, akkor van arra lehetőség, hogy részletben fizessük a tartozásunkat, fizetési haladékot kapjunk, illetve egy előre fizetős mérőórát szereljenek fel a szolgáltató költségére, ami jobban tervezhetővé teszi a fogyasztásunkat, illetve megelőzi azt, hogy nagy összegű tartozásunk rakódjon össze. Az előrefizetős gáz és villanyórákat már 2009-től használhatják egyes háztartások. A szolgáltatók kintlévőségeiket is csökkenthetik ezzel a módszerrel. Ha elfogyna a kártyán lévő keret, azok utólag is feltölthetők. A másik kiadványban a felhasználóváltás bejelentésének szabályos és hivatalos menetét írják le. Lakás eladásnál, bérbeadásnál az eladó és a vevő együtt kell, hogy jegyzőkönyvet készítsen, és a szolgáltatónál a régi szerződést megszüntessék, újat készítsenek. Így elkerülhető a mérőóraállás csalások és a szabálytalan vételezés. A fogyasztóvédelmi füzetekkel a hivatal a háztartások energiaszolgáltatókkal szembeni tudatosságát szeretné növelni. A tartalom összeállításában a járási hivatalok is segítséget nyújtottak. A tájékoztató anyagot a kormányablakokon keresztül fogják terjeszteni, és a szolgáltatók ügyfélszolgálatainál is elérhetők lesznek. Cserbenhagyásos baleset történt vasárnap este Nyíregyházán, a Tünde utcán. Egy személygépkocsi hátulról belehajtott az előtte haladó autóba, majd segítségnyújtás nélkül továbbment. A vétlen autóban ketten sérültek meg, őket a mentők kórházba szállították. A másik kocsi rendszáma a helyszínen maradt, így a rendőrök azonosítani tudták a vétkes sofőrt és vizsgálják a baleset körülményeit. Második alkalommal rendezték meg szombaton az Újfehértói Fürtös Fesztivált. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit.
Megszerezte első győzelmét a felkészülési időszakban a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese Kassán a másodosztályú Lokomotíva ellen nyert 2-0-ra. A meccsen már nem lépett pályára az NB1-es Mezőkövesthez szerződő Cseri Tamás. A Kisvárda július 30-án hazai környezetben a Moson-Magyaróvár ellen kezdi a bajnokságot. Az olimpiai távon a férfiaknál Hatházi Máté, a hölgyeknél pedig Szikszai Mónika nyerte a Lökimen elnevezésű triatlon versenyt. Az elmúlt hétvégén mintegy 200-an álltak rajthoz Tiszalökön, az első alkalommal megrendezett viadalon. Az indulók három kategóriában mérhették össze tudásukat. Második alkalommal rendezték meg szombaton az Újfehértói Fürtös Fesztivált. A széles gasztronómiai kínálat mellett termékeikkel bemutatkoztak a helyi őstermelők és vállalkozók is, a városlakókat pedig egésznapos kirakodó vásár és könnyű zenei programok várták. Elsősorban az újfehértói fürtös megyhez kapcsolódóan várták a főzőcsapatok jelentkezését, de szinte bármilyen étellel lehetett nevezni a főzőversenyre. A bográcsokban babgulyás és csülkös pacal is készült, az asztalokra pedig számtalan fajta süteményt és tésztafélét tettek a főzőversenyre benevezett 11 csapat, köztük a lengyelországi testvérváros, Zsarov küldöttei. A látogató és kiállító számot tekintve az idei fesztivál jóval felülmúlta a 2016-ban elindított, hagyományteremtő szándékkal létrehozott első rendezvényt. Nagyon sok kiállítónk van, akár a helyi termékek utcáját megnézzük, akár a kézműves utcát megnézzük, illetve nagyon sok baráti társaság, cég, összeállt csapatok vannak, akik főztek, és olyan gasztronómiai értéke is lett ennek az egész történetnek, hiszen lehetőséget adtunk arra, hogy süteményeket otthon elkészítve behozzanak megmutatni, ami mindenféleképpen a jövő számára példamutató lehet. Az önkormányzat idén alapította meg az újfehértói termékvédjegyet, amelynek célja, hogy a város lakói a minőségi, helyi őstermelőktől és vállalkozóktól származó termékeket vásárolják és fogyasszák. Ebbe a körbe a Fürtös megyen kívül bekerült a termelői húsáru, többféle puffasztott termék, a piros paprika és a helyi darált lecsó is. Első alkalommal volt lehetőség azoknak, akik a helyi termék minősítést megkapták termékcsoportonként az önkormányzattól, hogy kiállíthassanak ők is. Illetve egyfajta kóstolást is a helyi ízek utcájában megejthettek. Ez szintén osztatlan elismerésre tetszett, és én abban bízom, hogy akik a helyi termék minősítést megkapják, az önkormányzat tud olyan segítséget nyújtani nekik, elsősorban itt a termékeknek a megismertetésében, reklámozásában, aminek meg lesz a termelőknek is a haszna. A fesztiválon a szórakozásnak is fontos szerep jutott. A mazsorettek mellett gyermekprogramokkal és könnyű zenei koncertekkel várták az érdeklődőket Újfehértón. Megszerezte első győzelmét a felkészülési időszakban a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese Kassán a másodosztályú Lokomotíva ellen nyert 2-0-ra. A meccsen már nem lépett pályára az NB1-es Mezőkövesthez szerződő Cseri Tamás. A Kisvárda július 30-án hazai környezetben a Moson-Magyaróvár ellen kezdi a bajnokságot. A felkészülési időszakban szokásos mozgalmas napokat éli a kisvárdai futballcsapat. Az elmúlt hétvégén kiderült, hogy a legutóbbi két évben a Várda kulcsemberének számító 66 mérkőzésen pályára lépő Cseri Tamás az NB1-es Mezőköves színeiben folytatja pályafutását. Cserébe három labdarúgó érkezik, Hetler Norbert Kassán már be is mutatkozott új csapatában, a másik érkező, Fótyik Dominik lehet a harmadik labdarúgó személye, egyelőre még kérdéses. Kassán a szlovák második ligában szereplő Lokomotíva ellen Lukács és Délce góljaival 2-0-ra nyert a Kisvárda. A mérkőzésen nem lépett pályára a bokasérüléssel küzdő Sergio Adrián Oltean és a poszlevállás miatt műtéten átesett Mihály Óriáskó. Az elmúlt héten elkészült az NB2 sorsolása is. Az őszi szezonban 21, tavasszal 17 fordulót játszanak a csapatok. A 2017-2018-as idény július 30-án rajtól a Kisvárda nyitófordulóban a Moson-Magyaróvárt fogadja. A bajnokság eleje nagyon sűrű lesz, szeptember 2-ával bezárólag 7 fordulót teljesítenek a csapatok. A Kisvárda szombaton két felkészülési meccset is játszik, délelőtt a Nyírbátorral, délután pedig a szlovákiai Terebesen játszik Kondás Elemér együttese.
Az olimpiai távon a férfiaknál Hadházi Máté, a hölgyeknél pedig Szikszai Mónika nyerte a Lökimen elnevezésű triatlon versenyt. Az elmúlt hétvégén mintegy 200-an álltak rajthoz Tiszalökön az első alkalommal megrendezett viadalon. Az indulók három kategóriában mérhették össze tudásukat. 3, 2, 1. Úszással kezdtek a Lökimen versenyzői a triatlon viadalon. Mintegy 200 résztvevő három kategória közül választhatott, olimpiai táv egyéni, középtáv egyéni és középtáv váltó. Utóbbi kategóriában 1,9 kilométert úsztak, 90 kilométert biciklisztek és 21 kilométert futottak a versenyzők. Az első középtávú induló 4 óra 32 perc alatt fejezte be a versenyt. Maradjunk a középtávnál, mert az a hosszabb. Azt mondom, hogy elég jó szinten és felkészülési állapotban lévő versenyző, az gyorsan hat kalkuláljuk. Jó, egy olyan fél óra körül úszik, ha nagyon jó biciklis, akkor 40-es átlaggal tekerve, ami azt jelenti, hogy a 90 km-t, az 2 óra pár perc alatt letekeri, valamint a fél maratonját is másfél órán belül képes ugye lefutni, akkor ezt így mindezt összeadva, a kettő fél, egy olyan 4,5 óra alatt teljesíthető ez a táv. A triatlon versenyek népszerűsége egyre nagyobb hazánkban, viszont itt a keleti régióban még nem igazán elterjedt a sportág. A szervezők ezért is gondoltak Tiszalökre, amikor helyszínt kerestek a megmérettetésnek. Céljuk az volt, hogy ne csak a profik, hanem a sportággal éppen ismerkedők is részt vegyenek a Lökimenen. A másfél kilométeres úszásból, 40 kilométeres kerékpározásból és 10 kilométeres futásból álló olimpiai távon a férfiaknál Hadházi Máté, a hölgyeknél pedig Szikszai Mónika nyerte a Lökimen elnevezésű versenyt. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer, röviden. 10 milliárd forintos keretet biztosít a kormány a fiatalok itthontartására, közölte az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár Kisvárdán. Illés Boglárka az Itthon, Fiatalon, Szülőföldön akadémián kiemelte, akár ingyen lakhatást is biztosítanak a fiataloknak, de az elhelyezkedést is támogatják. A többnapos rendezvényen a határon túli kapcsolatokat is erősítették a fiatalok. Újra temették az 1948-as év legnagyobb politikai perében, az úgynevezett Pócs Petri ügyben halára ítélt és kivégzett Királyfalvi Miklóst szombaton Pócs Petriben. Az istentisztelettel egybekötött ünnepségen az önkormányzat bejelentette, történelmi emlékhelyet hoznak létre a 69 évvel ezelőtti események helyszínén. A reformáció 500. évfordulójára és a tiszántúli református egyházkerület megalapításának 450. évfordulójára emlékeztek kiállítással és ünnepi istentisztelettel Milotán. Az esemény díszvendége Tőkés László, református püspök, európai parlamenti képviselő arról beszélt, a magyaroknak meg kell őrizniük kereszténységüket, a jövőt remélnek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 10-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, kollégáim nevében is, a viszontlátásra. Holnap is igen meleg időben lesz részünk, észak felől gyenge frontok súrolják térségünket, ezért változó nedvesség tartalmú, de egyelőre meleg légtömegek érkeznek fölénk. Az éjjeli órákban is többször erősen megnövekszik a felhőzet, és záporokra, helyenként zivatarokra is számítani kell. A délkeleti szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap a sok napsütés mellett délután erősen megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok is várhatók. A délnyugati, majd északnyugatira forduló szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Eleinte meleg, majd holnap délutántól hidegfronti hatás terheli szervezetünket. Vasárnaptól melegszik az idő, de a kánikula csak a jövő hét közepére tér vissza. A héten északnyugat felől több hullámban érkezik majd fölénk nedves, egyre hűvösebb levegő, kedden este és csütörtökön hajnalban is hidegfront vonul át térségünk felett, emiatt éjszaka többfelé várható zápor, zivatar. Napközben ugyan hosszabb időre kisüt a nap, ám fokozatosan mégis csökken a nappali felmelegedés mértéke. Szombaton egy magassági hidegörvény vonul át felettünk, emiatt akkor hűvös, esős idő várható.